Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok könyvírója, az Ingatlanos Álmok klub megalapítója, illetve ülemén is van oktatóanyagon. Ennek a videónak a címe Nyerő stratégia a tőzsdén. Ritkán teszek fel tőzsdei videókat, pedig régen azért 60-80%-okat értem el éves átlagban, tehát azért nem vagyok egy nyeretlen kezdő itt sem. Ami a lényege röviden, itt az elején megint lelövöm a point, azt, hogy ha akarod tovább nézed, ha nem, hogy bizony, mondjuk úgy, hogy ez a mai kor divatja, például a Forex, meg ezek a rövid távú kis kereskedések, meg a day trade, meg ezek, eltorzították most már ezt az egész történetet. Én személy szerint nem ismerek olyan Forex-est, aki csak nyert volna, és hát olyan csak ebből él konkrétan, biztos van, én nem ismerek. Ez az én bajom, igaz? Viszont ettől függetlenül én, amikor tőzsdéztem, mindig a nagy hullámokat sikerült meglovagolnom. Tehát amikor most mondok egy példát, vettem Synergont 220 forintért, ez már 100 éve volt, és mondjuk eladtam 450-ért. Ez egy példa. De ugyanezt mondhatom, Econetet vettem, amit az is volt 40 forint, azt eladtam valami 120-ért. Jó? Tehát, hogy ezeket, tehát ahogy a nézet például a akár világbajnok szörfösöket, akik tényleg ott vannak a szeren, milyen hullámokat lovagolnak meg? Igaz? Szerintem a legnagyobb hullámokat lovagolják meg, és nem az összes kicsit. Soha sem leszel attól nagy szörfös, hogy az összes pici létező hullámot meglovagolod, és akkor te vagy az a szörfös, aki már éhen hal a szörfön, mert egyfolytában kis hullámokat lovagolja, tehát ez nem így működik. Jó? Tehát tőzsdésként ezt nyugodtan mondhatom, és ez 1000% biztos stratégia is, hogy igenis a nagy hullámokat kell meglovagolni, mert akkor kibeugrálsz, kicsi hullámokat lovagolsz, mondjuk például ugye a Forex az ilyen, tehát én ellenzem, szerintem be kéne tiltani, mert nagyon pici elmozdulásokra hajtanak, viszont nagyon nagy áttéttel, tehát többen veszítenek pontosan az áttét miatt, mert azt ugye nem tudják, hogy a pozíciót tartani kell. A veszteséget is tartani kell, magyarul neked azt a pénzt be kell tenni. Amikor nyersz, azt meg azonnal kivehetnéd, tehát ez nyilván ez oda-vissza így mozog, de a vesztes pozíciót is tartani kell. Bizony, ezt nem szokták reklámozni, viszont erre rámegy a gatyád, és azt elárulom. Vagy pedig likvidálják a pozíciót, ha azt nem teszed. Jó? Illetve, ha kibeugrálsz egész nap, és minden ilyen kis gyufaszálat, meg gyertyát, meg egyebeket megragadsz, azzal sincsen baj, viszont itt is érvényes a mondás, hogy mindig a ház nyer. Miért? Ugyanis ez költség. Minden kibelépés, belépés, kilépés, mindegyik oldalon, beki, az bizony költség. Lehet, hogy azt mondod, hogy hú, hát ez nem olyan sok, meg csak néhány század, vagy ezrék, meg akármi, de végén, mikor kibeugrálsz egész nap, akkor egész szép százalékok jönnek össze, úgyhogy a ház az mindig nyer. Úgyhogy ha én ilyet akarnék csinálni, akkor inkább nyitnék egy broker céget, és akkor gyertek, tőzsdézzetek, hülye gyerekek címmel, mert ugyanis én ebből a haszomból, ebből a kibeugrálásból simán elérdegélnék, és nyilván azt preferálnám neked is, hogy hú, vedd meg ezt az oktató anyagot, hogy Forex-hezzél, mert milyen szuper, azért, mert igazából én abból van nekem pénzem, nem neked, nekem. Jó? Ez hatalmas egy különbség. Úgyhogy tényleg azt tudom javasolni, mint a világbajnok szörfösök, ha nézel ilyet a tévén, nézd meg, a legnagyobb hullámot lovagolják meg. Itt is lehet látni egyébként a nagy hullámokat, és akkor nem kibeugrálsz egész nap, hanem kitűzöl egy célt, hogy 20-30-40 vagy 100%-on adok el, és csak ott és csak egyszer, és puff, ott lezárod az ügyletet. És én ebből így egész konkrétan mondhatom neked, hogy én vettem két ingatlant a tőzsdei nyereségemből, tehát azzal kezdtem egyébként az ingatlanozást, tehát ezt meg lehet csinálni. Viszont nagyon nagy türelem kell hozzám, ugye mi van az emberben, ott van a félelem, a veszteségtől, meg a remény, hogy hát most nem veszem ki, mert sokkal több lesz, és ezek ugye annyira gyorsan tudnak változni, főleg, hogyha te áttétes kereskedést csinálsz, mint a Forex, hogy se percet, ugye elolvod a pénzed, hogy csak pislogsz, vagy már nap elején beszakad. Ugye volt ilyen is, hogy már nap elején már 10%-kal lejjebb nyitott. Aztán hova mész? Főleg egy áttétes kereskedéssel. Az neked, ha 100.000 forintot beteszel, már 1 milliót jelent körülbelül. Jó? Tehát ezt így kell, amit be kéne akkor ismét tenni. Jó? Tehát ez nem olyan egyszerű dolgok. Úgyhogy a nagy hullámokat tessék meglovagolni, nem ugrálunk ki be egész nap, igenis tartjuk a pozíciót. A legjobb, hogyha veszel valamit és nem is foglalkozol vele, néha ránézel, hogy mi újság van,
és ennyi az összes dolgod vele. Ha idegbajt akarsz kapni, akkor persze akkor csináld, hogy minden nap kibeugrás, de sok pénzed azzal sosem lesz. Ez olyan, mint a sorsjegyek, tudod, hogy hú, meg nyertem, hú, meg most is nyertem, de ezek a nagy-nagy nyertesek, hát az élethelyzetükből sem látom, hogy ennek ugye nem velem együtt nyaralnak vélhetően, de nem csak ebből látom, hanem az élethelyzetükből is. Tehát, hogy azt nem mesélik, amikor vesztettek. Ugye van egy-két ilyen játékterem függő ismerős is, hogy hú, most nyertem, ó, most megint nyertem, á, most megint nyertem, de ahogy elnézekedtem az élethelyzetét, nem látszik ez a pénz, tehát vélhetően nem ebből él, tehát nem egy főállás, tehát lehet, hogy néha nyer a veszteségről, meg senki sem szeret beszélni, aztán, hogy megint vesztettem, mindenki azt, hogy te barátod, milyen hülye vagy, akkor milyen csinálod, igaz? Jó? Tehát a nagy hullámokat tessék lovagolni. Én azt mondom, hogy ha tőzsdéről is beszélünk, egy 20-30% alatt szerintem nincs értelme kibeugrálni. Ha valaki ezeket a pici gyertyás elmozdulásokat előnyben részesíti egészségedre, de biztos, hogy hosszú távon veszteni fogsz, az 1000% biztos. Jó? Remélem, hogy hasznos volt ez a videó. Ha igen, akkor iratkozz fel a csatornámra, és még találkozunk később. Szia!